Már kora délelőtt gyerekzsivajtó volt hangos az igéző vasárnap, ez nem is volt nagy meglepetés, hiszen sok székesfehérvári gyermek állandó programja a hét utolsó napján, hogy az igézőbe látogat egyik kedvenc meséjét megnézni és egy interaktív kalandban részt venni. Mai napon elkezdődik az igézőben a 2024-es Matinó előadásoknak a sora. Miután a Szegény Tóbiásnak az egyik szereplője lebetegedett, Szegény Tóbiás az így kezdi az új évet, ezért az Ellopták az aranyszörű bárány című előadást láthatják ma itt a gyerekek 11 órától. Ez egy klasszikus népmesei elemekre épülő báb előadás, kicsit interaktív, kicsit zenés. A gyerekeknek benne van Mátyás király, és persze a báránya, az aranyszörű báránya, amit ellopnak, és ezt különböző történetek során meséljük el. Természetesen a műsorváltozás sem vehette el a kicsik kedvét, a délelőtt folyamán hatalmas érdeklődéssel nézték meg az aranyszörű bárányról szóló mesét, amely a társulat egyik legrégebbi és legsikeresebb báb előadása volt a hosszú évek során. És nem ez lesz a közeljövőben az egyetlen gyerekeknek szóló, már nagy sikerűnek mondható előadás, hiszen a 10. évfordulóját ünneplő igézőben egy régi klasszikust fognak ismét elhozni a Szabad Színház színészei. Itt az igézőben 2024-ben 10 évesek lettünk, és annak idején 10 évvel ezelőtt Lázár Ervin, Lázár Zsófia Bogár Kaland című mesejátékával nyitottuk meg a helyet, és most ezt fogjuk feleleveníteni az idei évadban, úgyhogy reméljük, hogy a gyerekek nagy örömére, hiszen annak idején, akik látták ezt 10 évvel ezelőtt, már lehet, hogy adott esetben a saját gyerekükkel érkeznek majd meg a Bogár Kalandra. Természetesen a felnőtt színházrajongóknak sem kell aggódni, mivel Székesfehérvár egyik legrégebbi amatőr társulata változatos és aktuális előadásokkal készül a 2024-es évadban is.